Sanda Tamás ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg az új nemzedék miskolci közösségi terét a régi Posta utca 4 szám alatt. A politikus beszédében kiemelte, hogy az új irodaház egy olyan infrastruktúra, ami lehetőséget teremt a fiataloknak arra, hogy kapcsolatokat építsenek. Az államtitkár szerint az ifjúságot segíteni kell abban, hogy megtapasztalhassák a megszokott társaságon kívüli csapathoz tartozás élményét. 2015 tavaszán 24 helyszínen beszélgetünk fiatalokkal Magyarországon és egyébként a Kárpát-medence magyar lakta területein. És nagyon sokszor elhangzott a fiatalok részéről az a kérés, hogy szükség lenne egy helyre, legyen egy hely, kell egy hely, ahol együtt lehetnek, ahol megtapasztalhatják azt, hogy milyen közösséghez tartozni, ahol be lehet menni, és fogyasztásmentesen, bármifajta fizetés nélkül, bármifajta kötelező fogyasztás nélkül lehet időt tölteni egymással. Erre a kérésre próbál reflektálni az új nemzedék központ 20 közösségi tereszerte az országban. Minden megyeszékén és Budapesten és Cegléden is nyitunk egy-egy közösségi teret. Pont annak az érdekében, hogy legyen egy ilyen hely, legyen egy helye a fiataloknak, ami számukra van kialakítva, úgy van kialakítva, ahogy az nekik a legmegfelelőbb, és ahol együtt lehetnek egymással, ahol találkozhatnak ifjúsági szervezetekkel, találkozhatnak más fiatalokkal, és közösen tölthetnek el időt. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy végre van egy hely Miskolcon, ahol a fiatalok találkozni tudnak az iskolán kívül, hiszen a közösségi terekben olyan fontos kérdésekben is informálódhatnak, mint a családi otthon teremtési kedvezmény. A képviselő arról szólt, hogy Nyugat-Európában a fiatalok sokkal aktívabban vesznek részt a közéletben, érdekli őket, hogyan fognak boldogulni az életben. Ehhez viszont elengedhetetlen az, hogy rendszeresen találkozzanak, éppen ezért nagy lépés az új miskolci irodaház. Alakszai Zoltán kabinetvezető szerint minden városnak, országnak a jövője a fiatalok kezében van, ezért érdemes befektetni ilyen projektekbe, hiszen a közösségi tér célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése és szemléletmódjának megerősítése. Horváth Judit, a közösségi tér vezetője büszkén mesélt az irodahelyiségről, amit tanácsadási lehetőségeket biztosít a fiataloknak, továbbá alkalmas lesz meditatív rajzolások, beszélgetések, kiállítások megszervezésére is. Én azt gondolom, hogy a fiatalságnak találni kell egy olyan helyet, a Facebookon, akár a közösségi oldalakon kívül, ahol jól érzi magát, és úgy érzi, hogy közösséghez tartozhat, és megvan a személyes kontakt, a személyes tér. Itt van egy olyan lehetőség, ahol összejöhetnek, baráti összejöveteleket tarthatnak, illetve olyan lehetőségeket, amiket kitalálnak. Mi bizonyos kereteken belül nyilván szeretnénk segíteni az ő elképzeléseiknek a megvalósításában, akár tehetségük kibontakozásában, hogy megmutatkozhassanak és fejleszthessék magukat. Erre hivatalosan szakembereket is akár bevonhatunk, illetve olyan segítségeket hívhatunk nekik, akik fontosak számukra, akár egy példakép, akár egy olyan ember, akire felnéznek. Fontos, hogy találkozzanak egymással. Azt gondolom, a mai világban a kommunikáció és a találkozás nagyon fontos. Úgyhogy ez egy ilyen lehetőség lenne a jövőben a fiataloknak, és lesz is. A rendezvény dobszólóval kísért ünnepélyes szalagátvágással folytatódott, majd a történelmi egyházak képviselői megáldották a fiataloknak szóló irodába látogatókat. Ezt követően Nahaj Péter és testvére, Nahaj Máté az új nemzedék miskolci közösségi terének megnyitójára írt számával szórakoztatta a közönséget. Választatok, hogyha kérdezek, csalódások meg nem nyert harcok, új barátok is megszokott harcok, újra vár az új nemzedék, újra töltve most felindít, újra töltve.